Az Ifronnal ki kéne vegyek innen egy kaosztodeszka, a tambérmet. Mert és fel kéne dolgozzuk az anyagot, tambér. Asztalt kell csináljunk, gerendalt a klienseknek. Minden. Ki... elnézést! Maga mit csinál? Jó napot kívánok, doktor Csakrai Namaszté Ákos vagyok a környezetvédelemtől. Még egyszer, mi a neved? Doktor Csakrai Namaszté Ákos vagyok, kérem szépen, mi még egyelőre nem tegeződünk. Hát még nos, mit keresél te itt a magam területén? Te mit keresél itt? Nos, önök rengeteg fát kipusztítanak, és ezt szeretném megnézni, hogy mindezt legálisan teszik el. Nem mi pusztítsuk ki, hát mi vesszük a fát faktúrára, mi csak feldolgozzuk a fát. Talán a hódok rágják ki. Valam ne nagyoskodj, taknyos, mert olyan nyaklavást adok neked, hogy kontroll vagy-e? Miért jöttél? Igen, ellenőrzésre jöttem. Szóval itt vannak bizonyos dolgok, amiknek meg kell felelni, ahhoz, hogy a munkások és önök is biztonságban végezzék. És mi nem tetszik? Van szemüvág, van súrc, minden van, ami kell. Mi a baj? Azonban ezzel az a baj, hogy nem tud benne túl könnyen mozogni, mert nem olyan az anyag, amilyen elő van. Jó, írva. Ki van a nyávat tűrve? Ezt le fogom jegyezni, kérem szépen. Én Budapesten végeztem a Természettudományi Egyetemen. Megvan az étvám, de most nekem nem szól senki sem, kontrollj. Minden rendben van amúgy. Azért hívják véletlenszerű ellenőrzésnek. Ha tudna róla, nem lenne annyira véletlenszerű. Meg kell balandulni. Jó ember, de nekem senki sem szólt, hogy kontrollj. Hát ezért hívják ugyebár véletlenszerű ellenőrzésnek. Ezért ha hívják, tudna igen, róla, ezért hívják. Akkor nyilván nem lenne véletlenszerű. Hát itt minden rendben van, itt nézhettek tőlem reggeltől estig, sestétől reggelig. A fát nem mi vagyunk, mi csak feldolgozzuk a fát. Kérem mondja a cégnek a nevét, ahogy hivatalosan be van jegyezve. Orbai Szereli, be van jegyezve, hivatalos, minden rendben van. Rendben, és most milyen helyiségben vagyunk? Hát azt se tudod, hogy milyen faluba jössz? Elfelejtettem. Elfelejtettem. Ozdulan! Rendben. Na, akkor kérem mutassa meg, hogy pontosabban hol és milyen munkavégzés zajlik jelen pillanatban. Ott vannak azok a kasztadeszkák, bükkből dolgozunk, fenyőből dolgozunk, cseréből dolgozunk, csinálunk gerendát, csinálunk asztalt, van asztalos műhely, szép gyalútanyagot, van gyalugép, minden van, van ifron. Most éppen az emberek dolgoznak rajta. Megy a munka, sokat ne zavarjunk, mert nekem tényleg nincs időm, ne lassan. Ott vannak a gerendák. Önön munkavédelmi cipő van? Munkavédelmi, kényelmes cipő. Mondjuk ez nem az én asztalom lényegtelen igazából, csak azt szeretném tudni, hogy akkor pontosan honnan van, tudna nekem valamit mondani. Mondjuk egy céget, ahonnan éppen fát vettek, vagy egy erdőt, amelyik éppen kivágták a fát. Mondom, hogy mi faktúráról vesszük a izét, ott van, bán a regálatban van. Egy cég ahonnan veszik, jó a kamion, ide duvassza a fát le, és dolgozunk ám. Tehát önök nem bántják az erdőt. Nem bántjuk, dehogy bántsuk, hát és ők se bántsak végül viszont. Nem ezekkel, itt azokkal van a baj, mindegy, ne eskedjünk bár. Na lassan, a következő gép, amivel dolgozunk, ezen csináljuk inkább a gerendalkot. Ez egy szallaggátér, elég jó. Lássuk ide, duvasszuk be a fát, tasztaljuk be. Most ha megengedi, én letenném a laptopomat, hogy közben tudjak jegyzetelni a dolgokat. De mondjál, hogy mi a baj, mert mi az idegeimet ma megette. Mondjál, mi a baj. Én pontosan ki kell vizsgáljak mindent, hogy ténylegesen legális. Az az igazság, hogy most fog indulni a petíció az ilyen helyek ellen. Több ezer lapot fogok kinyomtatni azért, hogy a fákat megvédjük. Hallj még! Te mondd meg őszintén, hogy te valahol angazsalva vagy valamilyen cégnél, te az államtól jöttél le, vagy nem az államtól? Én az államtól jöttem, viszont van egy magánszervezet, ami a fákat védi. Na mutassa meg az iratait, hogy maga az államtól jött, mert nekem akár hanszor ide vétette a kontroll a lábát, ismerem én ember, Józsika szokott jönni, ő a kontroll. Nos, igen, gondolom ők azok, akik ingyen fát kapnak cserébe, nem ellenőriznek le semmit. Tessék, itt még nem volt ősz a hajam. Most már lassan ideje lenne engedni. Az igaz óva anya, azt értem. Igen. Te gyálusztam. Szóval több ezer papír lesz nyomtatva, amit aláíratunk bizonyos emberekkel, hogy bezárassuk az ilyen helyeket, ami írtja a fákat. Zárassak be, és maga szerint akkor a papír az honnan lesz, hogyha maga be zárassak, ilyen papírra írja a kala. Hát ebben nem gondoltunk bele, viszont meg kell fékezni, mert rengeteg szegény család, meg hasonló dolgok. Borzasztó! Ház nélkül az önök munkája miatt. És akkor az asztalokat miből fogja a képíteni? A padokat miből fogja a képíteni? Ezt már a tudósokra bízunk biztos. Menj el, hát akkor a tudósok nem fogják neked elévarázsolni, nem irgásíts fél! Hát csinálunk asztalt, gerendát, rakófa, mindent csinálunk ám. Mi az, hogy petíciót indítottatok már? Minden rendben van a céggel, minden rendben van-e? Uram!
egy picit lenne a hangnemből, mert oda megyek a laptopomhoz, és pillanatok alatt több tízezer eurót. Tehát, én a laptopodat megfogom, én nem adulok ezzel a létszák, azt a létszárra, jó? Nem, tessék fenyegetőzni, mert ez még nagyobb bűnöket is jelenthet. Én láttam, hogy meg volt rajzolva neked az állami angazsálás, hogy te hazug vagy, te valamilyen bolond vagy, de nézd, ami a hajózom, te gyere, így lettem, A videót támogatta az Orbai Szereli. Ha szeretnél olcsón és nagyon jó minőségű gyalultanyagot, gerendát, lépcsőlapot, lépcsőelemeket, illetve szárított deszkát vásárolni, akkor vedd fel a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben.